Egy olyan témát hoztam, ami a héten fogott meg, a héten foglalkoztam ezzel az ige szakasszal, ezen a héten, és olyan ige szakasz ez, ami azt gondolom, hogy egyrészt különösen megszólító erejű, másrészt azért jelent sokat számomra, mert mindig nagyon szeretem Pál apostolnak azokat a gondolatait, amikor olyan személyesen szólítja meg a gyülekezeteket. Tehát nagyon szép, amikor rendszerbe foglalja a tanításokat, nagyon szép, amikor szisztematikusan kifejt bizonyos kérdéseket, bibliai kérdéseket, akár szisztematikusan az Ószövetségről, vagy más teológiai kérdésről beszél, de amikor úgy igazán a szívéből, lelkéből, megszólító erővel egy gyülekezetet megszólítva szól, én azt gondolom, hogy ezek a szakaszok is igazán közel állhatnak hozzánk. És van jó néhány olyan levele, amire nem annyira a szisztematikusság, hanem sokkal inkább ez a személyes hangvétel jellemző. Na, ilyen levél az első tesszalonikai levél is. És az első tesszalonikai levélből szeretnék olvasni egy részletet, mégpedig a második fejezetből, a második fejezet első 6 versét, és igazából ezen mennénk végig pontról pontra. Nyilván egy ige hirdetésben nem lehet minden részletre és minden ige versre kitérni, tehát csak a legfontosabb tanításokat szeretném föltárni ebből. A tesszalonikai első levél második fejezetéből az első 6 verset a következőképpen olvasom. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy ami ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább, noha elébb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. Eddig tart tehát ez az első 6 vers, nézzük, hogy mit is mond itt az apostol, hogyan szólítja meg a gyülekezetet. Nyilván nem a levél kezdetén, tehát a levél kezdete ugye az első fejezetben elindul már, arra is fogok majd utalni, de itt a második fejezetben utal vissza arra, hogy tulajdonképpen hogyan is jöttek ők ide, milyen háttéren vannak ők itt. Azok, akik ott vannak Szalonikiben, ugye ezt a mostani nevet, városnevet is használhatjuk. Mai napig is egyébként rendkívül híres és nagyváros Szaloniki a görög területen, úgyhogy nagyon érdekes, hogy körülbelül 400 ezer lakosa van. De azt mondja az apostol itt a második versben, sőt inkább, noha elébb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. Érdemes megállni itt egy picit, és érdemes számba venni azt, hogy Pál apostolnak milyen misszió útjai voltak. Néhány térképet is elhoztam, és ezeket majd fogjuk látni. Fogjuk látni azt, hogy az apostol miként és hogyan munkálkodott, és egészen pontosan hol. Kérném is az első térképet, ami az első misszió útról szól, mert ezek a misszió utak jelzik azt, hogy az apostol hogyan építette föl az ő munkáját. Az első misszió útnak látjuk itt a térképét, és látjuk azt, hogy innen a Szentföldről, vagy éppen a Szentföld északi részéről, ugye ez már inkább szíriai terület, innen indult ki az első misszió út. Antiókia városa, remélem, hogy ismerős sokaknak, ugye a szíriai Antiókia, innen indultak el, és aztán Ciprus érintésével eljutottak egészen Kis-Ázsiáig. Nem volt ez annyira nagy, de nem is volt annyira kicsi terület egyébként, tehát ne tévesszen meg bennünket, hogy viszonylag nagy áttekintésben láthatjuk ezt a térképet. És azt látjuk, hogy szépen ezeket a gyülekezeteket ugye megalapították. Az első misszió úttal kapcsolatban egyébként érdemes elmondani azt, hogy bár Pál is részt vett rajta, de elsősorban nem ő volt a fő munkatárs, hanem sokkal inkább Barnabás. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy Pál apostol első misszió útjának szoktuk ezt mondani. Megvan ennek a maga helye és maga szerepe, hogy ezt így mondjuk, de jó, ha tudjuk, hogy azért a fő ige hirdető az első misszió úton még nem ő volt. Ez tehát az első, egy ekkora kört tettek, úgyhogy gyakorlatilag a szíriai Antiókiából indultak és oda is érkeztek vissza. Nézzük a második misszió útat, mert Szalonikihez, illetve Filippihez ez kapcsolódik.
Ahogyan láthatjuk is, a kiindulás innen délebről, tehát Jeruzsálemből történt. Innen elmennek egészen északon Kis-Ázsiába, tehát északra tartva, majd aztán nyugatra tartva Kis-Ázsiába. És Pál apostolnak az volt a szándéka, hogy végig látogatja azokat a gyülekezeteket, amelyeket megalapított. De itt jött a váltás, és itt jött az, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos számunkra, európai emberek számára, hiszen Pál apostol kap egy álmot, és ebben az álomban fölhangzik a híres macedóniai kiáltás, Jer által és légy segítségünk nékünk. Ez azért érdekes és azért különleges, mert addig a zsidóság, illetve a kereszténység, tehát azt lehet mondani, hogy az Isten műve alapvetően Ázsiára korlátozódott, erre a kontinensre, ugye a közeli hozzánk, Európához közeleső részre, de nem lépett át Európa földjére, tehát a szigorúan véve Európa földjére. Itt azonban a macedóniai kiáltás kapcsán átlép. És itt találkozhatunk egyrészt ugye Filippi városával, erre utalt az apostol, amikor azt mondja, hogy Filippiben, amint tudjátok, ugye sok háborúságot és sok bosszúságot szenvedtünk, és Filippi után következik Tesszalonika, egészen itt az északi részen van, tehát itt egyelőre itt tartunk a második misszióút kapcsán. Egy villanás erejéig nézzük meg a harmadik misszióút térképét is, csak hogy előttünk legyen ez. A harmadik misszióúton pedig azt látjuk, hogy úgy szintén innen történik a kiindulás, tehát erről a bizonyos törzsterületről, hogy úgy fogalmazzak, innen Antiókiából, és aztán úgy szintén egy ilyen kört írnak le. Időben egyébként ez volt a leghosszabb, tehát Pál apostol missziótjai közül ez a harmadik volt a leghosszabb, és aztán visszatérnek. Csak zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy egy negyedik missziótat is tervezett Pál a távoli Hispánia földjére, de oda nem jutott el, tehát legalábbis semmi adatunk nincsen róla. De vissza most a második missziúthoz, mert azt látjuk, hogy ezen az úton görög városokat jár végig, tehát itt északon belép görög földre, ugye Macedóniába vagy Makedóniába, tehát ez egy görög tartomány volt, és szépen elkezdi végig látogatni ezeket a városokat, és elsősorban ugye a zsidókat keresi. Na most, ezzel kapcsolatban érdemes elmondani egy dolgot. És föl is olvasnék egy igét, ami fontos ezzel összefüggésben, mégpedig a Korintusi második levélből a 7. fejezet 5. versét. Tehát a Korintusi második levél 7. fejezet 5. versét. Amikor is ugyanis az apostol tehát belép Európa földjére, nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy egész pontosan mit is élt meg. Következőt fogalmazza itt meg. Mert amikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek. Sőt, mindenképpen nyomorogtunk, kívül harc, belül félelem. Hasonlítsuk ezt össze azzal, amit itt a Tesszalonikai levélben olvashatunk, hogy azt mondja, hogy sok tusakodással hirdettük az Isten evangéliumát. Filippi kapcsán is azt mondhatjuk el, amit Tesszalonika kapcsán is, amit Korintus kapcsán is, amit Efézus kapcsán is, és így tovább lehet sorolni ezeket a városokat. Hogy tudnélik, amikor Pál apostol ment városról városra, és megalapította ezeket a gyülekezeteket, akkor azt látjuk, hogy rendkívül nehéz helyzeteket kellett átélnie. Na most ezek a rendkívül nehéz helyzetek egyrészt ugye kívülről fenyegették, tehát akár fizikai értelemben is. Filippiben egyébként konkrétan megverték és bebörtönözték őket. Tehát erre utal vissza. Ezért fogalmaz úgy, hogy igen, az Isten evangéliumát hirdettük, de sok tusakodással. És így tovább azt látjuk, hogy gyakorlatilag az üldözést ők nem kerülhették el. Tehát gondoljunk csak bele, hogy micsoda áldozatok, micsoda erőfeszítések árán terjedt az evangélium. Azt mondja Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. És nagyon érdekes az, hogyha megnézzük, hogy hogyan is épül föl az apostol munkája, akkor azt látjuk, hogy hirdeti az igét, a tiszta igét, és ez a bizonyos tiszta ige, ez megoszlást munkált ott, abban a városban, ahol ő hirdette. Tehát azt állapíthatjuk meg, hogy az apostol munkája nyomán gyakorlatilag kétféle hatással, kétféle reakcióval szembesülhetett. Egyrészt vagy elfogadták az ő munkáját, és vagy elfogadták az Isten beszédét, és csatlakoztak hozzá, vagy pedig keményen, durván ellene támadtak, és az élete is veszélyben volt. De azt látjuk, hogy ez a második pont, ez soha nem marad el.
Magyarán az apostol annyira határozottan, annyira megszólító erővel hirdette az evangéliumot, hogy rögtön polarizálta, rögtön megosztotta azokat, akit ők hallgatták. És nem volt középút. Tehát nagyon érdekes az, hogy nem látjuk azt, hogy lett volna egy ilyen köztes sáv, amikor az emberek azt mondják, hogy jó, hát tulajdonképpen ez engem nem különösebben érint. Egyetlen ilyen kivétel volt, de erre majd még vissza fogok térni. És gondoljunk bele abba, hogy mit is jelent, vagy mit is üzen ez a kifejezés, hogy az Isten evangéliumát, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. Nyilván a saját felelősségünkről, a saját munkánkról nem felejtkezhetünk el, vagyis amikor Pál apostol munkájáról gondolkodunk, amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan is volt ez régen, az időszámításunk szerinti első században, akkor föl kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy hogyan is van ez most, a 21. században. Mennyiben üzenet ez nekünk? És amikor az evangélium hirdetéséről beszélünk, akkor ezt nem szabad elfelejtenünk, az Isten evangéliumáról beszélünk. Az Isten evangéliumát hirdette az apostol. Hogyan? Nézzük a 3.-4. verset. Tehát az első Tesszalonikai levél 2. fejezet 3.-4. versét. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Azt mondja az apostol, hogy ha bárki kételkedni merne abban, hogy én milyen háttéren hirdetem az igét, azt most ilyen módon és ezen a ponton megnyugtatom. Nem hitetésből, nem tisztátalanságból és nem álnokságból történik az ige hirdetés. Hanem azt mondja, hogy amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképpen szólunk. És itt egy picit álljunk is meg. Mi ennek a mélyebb üzenete, hogy az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot. Tehát még egyszer az első századi összefüggéseket is vizsgáljuk, de hogy a 21. században ez mit jelent nekünk, akiket az apostol buzdítása nyomán az Isten ugyanerre hív el. Tehát nekünk a 21. században mi ennek az üzenete? Az Isten méltatott minket arra. Hatalmas dolog az Isten munkatársának lenni. És azt gondolom, hogy amikor mi az Isten munkatársai szeretnénk lenni, valamit hozzá szeretnénk tenni ehhez a műhöz, de hogyha egyáltalán, amikor csak élünk, akkor elő szokott bennünket fogni ez a gondolat, hogy én erre igazából méltatlan vagyok. Egész egyszerűen annyi a vétkem, annyi sok bűnt követek el, miközben tudom, hogy nem kéne elkövetni, miközben tudom, hogy más irányba kellene, hogy menjen az életem, és máshogy kéne reagálnom, máshogy kéne beszélnem, és így tovább. Aközben az ember hajlamos arra, hogy szinte összezuhan a felelősség súlya alatt, és azt mondja magával, hogy én erre nem vagyok méltó. És ehhez képest az Isten azt mondja, hogy igen, már Pál apostolon keresztül, ő méltat bennünket arra, hogy fölemeljen magához. Ez azért nagyon hangsúlyos, mert az evangélium hirdetéséről nekünk is így kell gondolkodnunk, hogy igen, bár ez mindig az, amit elmondtunk. Bár igaz rám is, rátok is, hogy egyrészt nem vagyunk méltók, hogy ott van az a sok vétek az életünkben, amit az Isten szeretne kitisztázni, szeretne följebb emelni bennünket, de mégis bennünket hívott el, bennünket méltatott az Isten arra, hogy legyünk a munkatársai. Ez egy hatalmas dolog. Ellentmondásnak tűnik egyébként, mert miközben az ember ezt érzi, ugye akár addig is eljuthatunk az ilyen jellegű érzések kapcsán, hogy én szeretnék meghúzódni a sarokban. Hogy egyfajta kisebb rendűségi érzésem lesz, és azt mondom, hogy hát majd mások elvégzik. Hát mások biztosan jobban csinálják. Mások majd olyat tesznek, amit én úgyse tudnék megtenni, hát akkor meg minek csinálja. Szóval ezáltal az ember egyre kisebbnek érzi magát, és ez a kisebb rendűségű érzés szinte arra sarkal bennünket, hogy ne csináljunk semmit. Ez nagyon-nagyon helytelen. Van egy másik véglet is persze, amikor az ember szinte a mellkasát kidüllesztve és az orrát fennhordva jár, és azt mondja, hogy igen, én adventista vagyok, és egyfajta adventista önbizalommal, adventista gőggel viszonyul más emberekhez. Na ez a másik véglet. És az apostol egy középutat kínál. Igen, az Isten méltat bennünket arra, méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, és ekképpen szólunk, és hogy hívja fel a figyelmet egyébként a másik végletre, nézzük csak meg a 4. vers utolsó részét.
Azt mondja, nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Azt mondja tehát Pál, hogy az Isten megvizsgálja a mi szívünket. Mert egyfelől igaz az, hogy az ember méltatlannak érzi magát, de másfelől igaz az is, hogy az a bizonyos egyetemes papságelve, amit megfogalmaz a Szentírás, az mit mond rólunk. Nézzük meg ezzel kapcsolatban Péter apostol leveléből ezt az igét, ami erről szól. Péter első leveléből a második fejezet 9. versét olvasom. Tehát Péter apostol első leveléből a második fejezet 9. versét. Én azt gondolom, hogy sokan ismerik ezt az igeverset, de szándékosan állok itt meg, szándékosan vetítjük ki, és szándékosan érdemes, hogy meg is keressétek, hogy egy kicsit morfondírozzunk ezeken a kifejezéseken. Ezt írja. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Na, ezt szoktuk úgy nevezni, hogy az egyetemes papság elrendelése. Magyarán, amit az Isten rájuk bízott az apostolokra, az őskeresztényekre akkor, azt mindenkire bízta, ránk is, mindannyiunkra. De kik vagyunk mi? Egyfelől azt érezzük, hogy a sarokba elbújdosnánk, vagy éppen a világ végére elbújdosnánk, csak hogy nekünk ne kelljen semmit se csinálni, hiszen ott vagyunk bűnösként, tehetetlenül, vergülve a vétkeinkben. Másfelől azt mondja, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet. Az ember úgy elgondolkodik ezeken a kifejezésekkel, hogy biztos, hogy rám érti. Nem esetleg másokra. Hát mások lehet, de mondjuk én. Nincs ilyen kitétel, nincs ilyen megkülönböztetés az igében. Azt mondja, hogy ti pedig. Ez egyébként egy egyetemes levél, úgy szoktuk mondani, hogy ez ugye az összes kereszténynek szól. Tehát még azzal se lehet takarózni vagy védekezni, hogy ez egy adott gyülekezetnek szól. Hát nem, ez mindenkinek szól. Igen, te is, ti is, mindannyian, én is, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Amellett, hogy az Isten ennyire méltat bennünket, ennyire fölemel bennünket, tehát még egyszer mindannyiunkat, amellett azt mondja, ugye egyben a feladatunkat is kijelöli, megtartásra való nép. Egyfelől ő tart meg bennünket, másfelől nyilván nekünk kell megtartani másokat. Itt mutat rá a mi munkánkra. Itt mutat rá arra, hogy mi ezzel nem elégedhetünk meg. Tehát ez önmagában még kevés, hogy azt mondjuk, hogy igen, valami hatalmas kiváltságban részesített engem az Isten. Mert egyébként ez tényleg egy óriási kiváltság. Ez valami hatalmas dolog. Isten munkatársának lenni. Az Isten méltat bennünket. Óriási, de ezt nem lehet magunknak megtartani. Megtartásra való nép. Azt mondja, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hát ez az, amit az Isten szeretne ránk bízni, illetve nem is csak, hogy ránk bízni, első körben megértetni velünk, hogy igen, kiváltságos nép vagyunk mindannyian. Igen, és kiváltságok sokaságával vagyunk felruházva. És ez nem olyan, hogy csak egy kiváltságot kaptunk volna, vagy kettőt, hát naponta kapjuk ezeket. Naponta az Isten biztosít arról, hogy igen, szeretlek téged, és azt szeretném, hogy a te feladatodat, a te munkálkodásodat betöltsed. Mindent megadok ehhez. És így tekint ránk. Még egyszer, így tekint ránk. Másfelől persze igaz, hogy bűnösként, nyilvánvaló, és fölkínálja a szabadulás lehetőségét, fölkínálja a keresztet, ott van nekünk Krisztus, akiben kapaszkodhatunk, de attól még ez ugyanúgy igaz. Attól még ez az égvilágon semmit nem változik. Szent nemzet, megtartásra való nép. Ez tehát az egyik dolog. De visszakanyarodva erre a szív kérdésre. Mert ugye azt mondja az apostol, hogy az Isten vizsgálja a mi szívünket. Hogyan lehet, hogyan kapcsolódik össze az evangélium hirdetésével, ami feladatunk a lesz? Egyetlen olyan igét szeretnék idézni, amit talán még többen ismernek, talán még ennél is többen az 1 Péter 9-nél, ez pedig a szívvel, a szív kérdéssel kapcsolatban talán a legalapvetőbb ige a Szentírásban, a Példabeszédek könyve 4. fejezetéből a 23. vers. Tehát Példabeszédek 4. fejezet 23. verse. Ez a vers, amit talán már a kicsik is, fiatalok is tudnak, ez így hangzik. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Tehát minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Na most az evangélium hirdetése kapcsán gondolkozzunk el ezen. Azt mondja tehát itt az ige, ugye sok-sok évvel, évszázaddal még Pál apostol előtt, hogy minden féltett dolognál nagyobb kincs az, ami ugye maga a szívünk, a belső lényünk, a belső emberünk. Tehát, hogyha én szeretnék tenni valamit másokért, akkor ezt csak úgy érdemes megtenni, hogy közben a szívemet őrzöm. Magyarán nem pusztán a cselekedet a lényeg, hogy te ember mit teszel a másik emberért, hanem az a lényeg, hogy az a forrás, amiből adsz, az tiszta-e. Mert fordítsuk meg ezt az igét, hogyha adott esetben az a forrás az nem tiszta, az a szolgálat az nem tiszta. Bár valami megtörténik, bár valamiféle cselekedet van, de valamiképpen az nem stimmel, nincs a helyén, akkor ugye azt mondja itt az ige, hogy abból indul ki minden élet. Na most nyilvánvaló, hogyha nem tiszta a forrás, akkor életet nem tudok adni. Na de akkor mit adok? Akkor halált adok? És nyugodtan mondhatjuk erre az ige alapján, hogy igen. És ezért idézhetjük újra és újra föl magunkban, amikor Jézus azt mondja, hogy hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. És ezzel élő emberekre utal. Látszólag él, de valójában halott. Na most a szolgálatunkra nézve ugyanúgy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. És még egyszer mondom, mindenkinek a szolgálatáról szó van. Tehát itt nem csak lelkészekről, meg gyülekezetvezetőkről, meg evangélium hirdetőkről beszélünk, szó nincs erről. Mindenkinek a szolgálata, ti pedig választott nemzetség királyi papság. Tehát nem mindegy, hogy mi mit adunk és hogyan adjuk tovább. Mert hogyha ezen az Isten áldása nincs, akkor bár mindent megkaptunk, minden kiváltsága miénk, hát akkor csak a halált tudjuk adni. Mert ha életet nem tudunk adni, hát akkor mit tudunk adni? Na ezzel mutat rá az Isten arra, és ezzel mutat rá Pál apostol arra, hogy tényleg miközben szolgálunk, aközben az Isten vizsgálja a mi szívünket. Ugye ezért nem kényelmesedhetünk el, ezért nem mondhatjuk azt, hogy én már jó helyen vagyok, én már az üdvözültek közé tartozom szinte, hiszen megtaláltam azt a gyülekezetet, azt a közösséget, amelyik az Isten szerint ti, és áldás van rajta. Tehát nyilvánvalóan itt nem erről szól ez az egész, hanem meg kell nézni ennek a másik oldalát is. Minden féltett dolognál jobban meg kell őrizni a szívünket, mert onnan indul ki minden élet. És kedves gyülekezet, visszakanyarodva ehhez a bizonyos második fejezethez, tehát az első Tesszalonikai levél második fejezetéhez, ugye fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy hát tényleg hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet ilyen szolgálatot végezni, de egyáltalán maga Pál apostol hogyan végzett ilyen szolgálatot, és mi ebből a tanulság nekünk? A második fejezet negyedik versében, és aztán az ötödikben és a hatodikban a következőket olvashatjuk. Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. Fő kérdés tehát az, hogy hogyan. Az apostol itt azt gondolom, hogy egy szempontot állít mindenféleképpen a középpontba. Azt mondja a negyedik versben, hogy nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek. És a hatodik versben másképpen, de gyakorlatilag ugyanezt a gondolatot ismétli meg, amikor azt mondja, sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. Vagyis azt mondja az apostol, hogy ha az evangélium hirdetésen gondolkodunk, azon gondolkodunk, hogy tényleg hogy lehet megszólítani az embereket, akkor ez az első és legalapvetőbb szempont, hogy maga az ember az soha nem lehet kiinduló pont. Hogy én ahhoz szabjam a gondolatomat, és úgy puhítsam esetleg az Isten beszédét, hogy valamiképpen ne sértsek semmiféle érzékenységet. Ez egy nagyon érdekes, és megint csak azt mondom, hogy nagyon érzékeny kérdés. Tehát ezt a határvonalat megtalálni. Mert az apostol azt mondja, hogy mindenkor az Istenre figyeltem. Tehát ő volt az, aki megmutatta nekem, hogy hogy kell szolgálni, mit kell mondani. Ő volt a mérce, nem pedig az ember, nem pedig a hallgatóság.
Ugye itt érdekes az, hogyha visszakapcsolunk mondjuk az első részben elmondottakra, hogy ott van az apostol, akit megvertek, bebörtönöztek, megvesszőztek, mindenféle inzultust el kellett, hogy szenvedjen, és ahogy városról városra ment, ezek ismétlődtek. Ha esetleg egy kicsit felpuhítja, ha esetleg egy kicsit felvizezi az evangéliumot, úgymond, hogy megnyerőbb legyen, akkor még akár az is lehet, hogy mondjuk többen követték volna. Nem? Tehát ha az ember eljátszik ezzel a gondolattal, hogy tényleg mi lett volna, hogyha Pál apostol mondjuk ezt az utat választja. Nem sokat változtat, csak egy picit. Hogy egy picit kényelmesebb, egy picit kellemesebb élete legyen, és ne ez az állandó megpróbáltatás. Akkor megkockáztatom, tehát még egyszer, még az is lehet, hogy többen követik. Egy kis leágazás következik. Valakitől hallottam ezt, és egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy egy előadás sorozatra járt egy illető, egy idős úriember, és ő mondta ezt, hogy hát kedves előadó úr, valakinek ott beszélt, és ő mondta el ezt a tapasztalatot. Hát tulajdonképpen nagyon, nagyon megragadó, ahogy beszél, meg nagyon szép dolgokat mond, de hát tudja, én egy valamit nem tudok megérteni, és ez nem fér a fejembe. Hogy lehet ilyen korszerűtlen dolgot hirdetni, hogy maguk a teremtést hirdetik, és nem pedig az evolúciót. Hát nem gondolkodott már ezen, hogy mondjuk, hogyha az evolúciót hirdetnék, akkor sokkal több követőjük lenne? Mit lehet erre mondani? Mert hogyha a bácsi gondolatát úgy egészében veszem, és csak ezt nézem, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen igaza van. Valójában tényleg több követőnk lenne, hogyha mi azt mondanánk, hogy hát hagyjuk ezt az avittas elméletet, hogy itt teremtés elmélet, meg hatnapos teremtés, hát evolúció, az sokkal inkább. És mégis ne felejtsük el az apostolnál, ugyanez a mérce. Isten beszéde. Nincs semmi felvizezés, nincs semmi hozzátétel, felpuhítás, hogy esetleg valamiképpen ilyen vagy olyan eszközök árán elérni másokat. Nem. Ugyanilyen gondolatot hallottam egyébként mástól, az meg úgy hangzott, hogy hát tulajdonképpen nagyon, nagyon szép, meg megragadó, meg stb., meg sok mindent el tudnék fogadni, de hát mondjuk ez az alkohol kérdés. Hogy már egy pohár bort se lehet meginni, hogyha valaki önökhöz akar tartozni, hát szóval ez nem megy a fejembe. Erre is mit lehet mondani? Hát csak azt, hogy az Isten beszédéhez ragaszkodunk. És itt jön az egész kérdésnek a lényege. Lehet, hogy ez rövid távon nem olyan népszerű. Lehet, hogy ez igazából olyan, hogy növekedés csak lassan hoz az egyházban, létszámot tekintve. De mégis hosszú távon ennek gyümölcsei vannak. Ugyanis, egy olyan dolgot szeretnék mondani, ami könnyen lehet, hogy nincs benne a gondolkodásunkban, nincs benne a fejünkben, mert amikor az első századról gondolkodunk, amikor az őskereszténység tisztaságáról gondolkodunk, akkor könnyen elképzelhető, hogy azt képzeljük magunk elé, és azt gondoljuk el, hogy ez valami hatalmas, tiszta és óriási hatású mozgalom volt. Olyan volt, hogy tényleg ezrek, meg tízezrek követték az apostolokat, és rengetegen megtértek, megkeresztelkedtek, nagy létszámú gyülekezetek voltak. Hát erre a történelmi tények alapján azt mondhatjuk, hogy ez majdnem így volt, de pont, hogy ez a nagy létszám, ez hibázott érdekes módon. És most kérném az utolsó térképet. Mert ezen az utolsó térképen fogjuk látni azt, hogy a kereszténység a második és a harmadik században hogyan és miképpen terjedt el. De vigyázzunk az évszázadra. Tehát figyeljünk az évszázadra, a második és harmadik század. Ez nem Pál apostol százada. Azt látjuk, hogy a második és harmadik században, úgyhogy ha itt egy picit megnézzük, talán a színeket is lehet látni, körülbelül ezen a helyeken volt a kereszténység, ami halvány zölddel van ábrázolva, ugye ez a második századi elterjedés. A sötétebb zöld pedig azt jelenti, hogy a harmadik században ezek a központok, ezek a gyülekezetek különösen megerősödtek. Tehát ugye itt láthatunk ilyen sötét zöld foltokat, kis-ázsiai déli partvidéke, északi partvidéke. Aztán érdekes az is, hogy a görögöknél is vannak egy picit sötétebb zöldek foltok, és aztán Észak-Afrikát lehet még említeni, meg hát a már említett Hispániát, ahova Pál apostol ugye el akart utazni. És most jönnek a számok. A számok tekintetében úgy nézünk ki, hogy az első század végén, hogyha megnézzük, hogy körülbelül hány keresztény volt a birodalomban, akkor azt látjuk, hogy a mintegy 50-60, esetleg 70 milliós birodalomban volt körülbelül 10 000 keresztény. Lehet, hogy egy picit több, de minden esetre a nagyságrend az ennyi. Na most, ha ebbe belegondolunk, gondoljunk bele, hogy indult ez a mozgalom. Gondoljunk Pünkösdre.
Ott van, hogy egy nap alatt 3000 ember tért meg és keresztelkedett meg. Tehát valami hatalmas volt ennek a mozgalomnak az elindulása, de mégis azt látjuk, hogy igazán robbanásszerű változás nincs. Tehát az első század az a megalapozás százada volt. Az első század ez a tiszta igehirdetésnek volt a százada, olyasfajta tiszta igehirdetés, az Isten evangéliumának hirdetése, amit az apostoltól láthatunk. Tehát még egyszer semmiféle felvizezés, semmiféle hozzátétel, emberi eszközök és így tovább. És ennek hátterén aztán a második században eljutunk oda, hogy a kereszténység tényleg nagy területeket hódít meg. És ez is történelmi tény, hogy a második században több százezer keresztényről tudunk már. De ez már nem Pál apostolék ideje. A harmadik században még több keresztényről tudunk, tehát azt lehet mondani, hogy még inkább megerősödtek ezek a területek. A harmadik század végére már milliós nagyságrendben beszélhetünk kereszténységről. Tehát értjük ezt? Ez egy nagyon érdekes összefüggés, hogy úgy tűnik, hogy az Isten mintha szándékosan visszatartotta volna, hogy Pál apostolék a tiszta evangélium hirdetés következtében tömegek, nagyon nagy tömegek megtérését lássák. Nem látták. Nyilván el kell, hogy mondjuk azt, hogy például a tesszalonikai gyülekezet, ez egy óriási munkát végző gyülekezet volt. Olvassuk el ebből a levélből, mondjuk az első levélből az első fejezetet. Ott az apostol gyakorlatilag nem győzi dicsérni a gyülekezetet. Azt mondja, hogy valami döbbenetes és csodálatos dolog, amit csináltatok, hiszen így fogalmaz, hogy egész Macedóniában és Akhájában, tehát két területre is utal, két konkrét görög tartományra, egész Macedóniában és Akhájában kizendült tőletek az Istennek beszéde. Tehát akkora területet dolgoztak be, és olyan megszólító erővel tudták hirdetni az evangéliumot, hogy tényleg az Isten beszéde terjedt. Volt növekedés. De milyen érdekes, nem robbanásszerű növekedés. Tehát az első század a megalapozás, még egyszer a tökéletes tiszta igehirdetés, ez a legfontosabb. És bár nyilván voltak eredmények, egészen nyilvánvaló, hogy voltak eredmények, de a robbanásszerű változás, az igazi kiszélesedése a műnek csak az üldözések hatására történt. Hiszen a második században, harmadik században, negyedik század elején elkezdődnek a keresztény üldözések, és elkezdődik az, hogy a keresztényeket tényleg nagyon keményen szorongatják. Az első században is voltak üldözések, kétségtelen az apostol beszél erről, de a második, harmadik, negyedik században ezek aztán szép fokozatosan sokasodtak. És nagyon érdekes az is, hogy ha megnézzük, hogy tényleg mi lett ennek az eredménye, tehát mondjuk itt Tesszalonikában ennek a bizonyos tiszta igehirdetésnek, akkor egyrészt láthatjuk azt, hogy a gyülekezet munkába állt. Tehát ennek a tiszta igehirdetésnek a hatására. Másrészt érdemes megnézni még a 13. verset, és ez lesz az utolsó, amit említek. Az utolsó ige itt az igehirdetésben, tehát a második levél 13. versét, vagy második fejezet 13. versét, így fogalmaz. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Azt mondja itt az apostol, hogy ti úgy tekintettetek erre a beszédre, hogy ez valójában Isten beszéde. Amikor néztük ezeket a bizonyos térképeket, akkor utaltam arra, hogy ezért egy helyen az apostol egy kicsit felpuhította az üzenetet. Mert Filippiben, Korintusban, Efézusban, Tesszalonikában, és sorolhatnánk tovább a gyülekezeteket, ott nem. Azonnal volt eredménye. És azonnal látható volt ez a bizonyos megoszlás. Vagy elfogadták, vagy keményen ellene szóltak. Aténa kivétel, az a főváros, ahol ugye tulajdonképpen a hely szelleme szinte arra készteti az apostolt, hogy egy picit óvatosabban fogalmazzon, picit távolabbról közelítsen, kicsit olyan gondolatokat hozzon be, hogy hát az tényleg nagyon logikusnak, de valójában emberinek hat. Nézzük meg az aténi beszédet az apostolok cselekedetei 17. fejezetében, majd otthon, és érdemes hozzátenni mondjuk a korintusi első levél második fejezetét, hogy maga az apostol hogyan vélekedik a saját munkálkodásáról Aténban. Azt mondja, hogy bár sok mindent kigondoltam, bár sok gondolat volt bennem, de én ezután elhatároztam, hogy nem szólok másról, mint Krisztusról, a megfeszítetről. Tiszta evangélium, csak a tiszta evangélium. És ennek aztán volt hatása. De milyen érdekes, Aténban ennek a puhább
beszédnek igazából nem volt hatása. És azzal a fajta reakcióval találkozott ott Pál apostol, amivel egyébként mi is sokat szoktunk találkozni, hogy az emberek hallgatják az evangéliumot, hallgatják az örömhírt, és azt mondják, hogy jó, ez egy érdekes dolog. Majd még később esetleg gondolkodunk rajta, majd meghallgatunk mást is, meg stb. Tehát nem vált ki megoszlást. Nem vált ki egy olyasfajta lelkesedés, hogy hát tényleg ezt követni kell, és nem váltja ki azt sem, hogy ez egész egyszerűen üldözendő és keményen ellene támadok. Hanem egyfajta semlegességet. Az apostol Athénban ezt tapasztalta, de máshol nem. Nagyon nagyot tanult az athéni esetből. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy amikor a Tesszalonikai levelet olvassuk, akkor ezek a gondolatok, ezek a tanulságok legyenek bennünk. Érdemes újra és újra átgondolni ezt a szakaszt. Ne felejtsük el, óriási kiváltság, az Isten munkálkodásának a részesei lehetünk. Mindannyian. Fiatal, felnőtt, idős, gyerek egyaránt. Az Isten művében mindenkire számít az Úr. És ezt a művet, ezt velünk, ezt rajtunk keresztül szeretné építeni. Óriási lehetőség van tehát a kezünkben, és óriási lehetőség az, hogy az evangéliumot tényleg tisztán szóljuk, ahogyan az az igében van. Semmiféle változtatással, semmiféle hozzátétellel, vagy valamiféle emberi praktikákkal arra van szükség, amire az első században is szükség volt, és ennek volt eredménye. De ne felejtsük el ezt az eredménykérdést sem, nem azonnal, hanem később ennek a gyümölcsei megmutatkoztak. És amit Pál apostol elvetett, meg Péter, meg János, meg sokan, annak aztán később eredménye lett. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy valóban éljük ezt meg mi is, tisztán úgy, ahogy az Isten késztet, munkálkodjunk másokért, és meggyőződésem, hogy ennek meg lesz az eredménye. Csak közben figyeljünk arra, hogy az Isten vizsgálja a mi szívünket. Az Úr adja, hogy valóban ezt az eredményt láthassuk is, és ő adja azt, hogy ezt a növekedést, amit az apostol átélt, amit az őskeresztények átéltek, ezt mi is átélhessük. Amen.